Hát kedves kollégák, az idei évnek egy, most kicsit önző leszek, számomra biztos, de szerintem informatika történeti szempontból is érdekes eseménye volt, hogy egy nemzetközi tanulmánykötetben megjelent egy angol nyelvű tanulmány a számítógép oktatás magyarországi kezdeteiről. Ebben két szerzőtársam volt, a Somogyvári Lajos, akivel kiderült, hogy ma találkoztam először személyesen. Én azt hittem, hogy már találkoztunk, de ez az online tér, ez ennyire megtévesztő. A másik szerzőtárs pedig Szabó Máté, aki jelenleg is Angliában van, ő angliai kutató, és csak reménykedem, hogy valahol a Teams-en figyel minket. Úgyhogy Lajos, megkérlek, hogy folytasd az előadások sorát ennek a tanulmánynak a tanulságairól. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Én az előző pedagógiai vonalhoz csatlakoznék, mivel én oktatástörténész vagyok. És Szabó Mátéval és Képes Gáborral közösen írtuk meg ezt a tanulmányt, és 8 éve levelezek a Mátéval, illetve meetingelek, és én még nem találkoztam vele élőben. És most kiderült, hogy a Gáborral se, pedig ő úgy emlékezett rám, hogy igen. Mivel hogy annyit láttuk egymást a képernyőn. És eszembe, illetve végig gondoltam, hogy én 40 éve hol voltam, én akkor 4 éves voltam, és nem gondoltam még számítógépekre, viszont 1990-91-ben már igen, akkor egy Commodore-ral találkoztam egyébként. Most vissza fogunk menni egy kicsit a kezdetekhez. Én elsősorban a előadásomban egyrészt azt fogom elmondani nagyon röviden, hogy ennek a területnek a kutatásának milyen elméleti, módszertani lehetősége és korlátai vannak, illetve a tágabb gazdasági történelmi dimenziókat, az oktatás történeti hátteret igyekszem megvilágítani. Olyan kontextusokat, ezeket tényleg csak megemlítem, mint a kibernetika, a tanító és tanulógépek, a mára már elfeledett tudományos és technikai forradalom, ami viszont a 60-as évek végén eléggé relatív volt, legalábbis a szocialista blokkban és még nyugaton is, új gazdasági mechanizmus és a nemzetközi hatások. És a tanulmány mentén vannak itt felsorolva azok a hullámok, amik az 50-es évek végétől kezdődtek. Számomra ami legérdekesebb ebbe a kutatásban, hogy nagyon nehéz elhelyezni disziplinálisan. Tehát, hogyha angolul megnézzük, hogy az informatika történet, vagy számítástechnika történet, vagy számítógépek története hova sorolódik, akkor nagyon érdekes dolgokat találunk. Sorolják a neveléstudományhoz, történettudományhoz, history of computers, history of computing, és így tovább. És direkt megnéztem a legutóbbi számát, a Institute of Electrical and Electrical Engineers, ez az Annals of the History of Computing, ami nemzetközileg a legelismertebb, és ezt az újságot például a bölcsészettudományhoz sorolják be, illetve a számítógéptudományokhoz. És itt találtam egy olyan cikket, ami szerintem a Gábornak is érdekes, a sakkgép, amit ugye írtál is, hogy neked van ilyened. Például, hogy az NDK-ban hogyan használták ezt. És ez felhívja arra a figyelmet, hogy akár összehasonlító kutatásokat is lehetne csinálni a számítógépesítés a különböző országokban, mondjuk a vasfüggöny mögött. Módszertani dinamikaként a következőt említeném. Eltérően más történeti kutatásokhoz itt kevesebb a hagyományos írott forrás, a levéltári forrás, és Joy Liz Rankin könyve hívta fel a figyelmemet rá, hogy itt nagyon sok múlott az önkénteseken, azokon az embereken, akik csinálták ezt, akik nagyon elkötelezetten, tanárokként, hobbiként, szakkörökben, és ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen itt nagyon sok oral history van, amit össze lehet gyűjteni. Az NIST honlapja erre nagyon jó példát mutat. Tehát nagyon sok privát archívum és a materiális történelem, amit ott látunk, ugye, ezek a gépek. 2020-ban kezdődött ez a munka, ami aztán ebbe a könyvbe végződött. Igazából erről majd a Szabó Máté fog beszélni, úgyhogy én ezt ugrom is. Az oktatás történet szempontjából ez a terület egy felfedezetlen terület, egyértelmű vak volt. Egyrészt az egyik érdekes dolog, hogy folyamatosan azt érezte a magyar döntéshúzói testületek, illetve a szakemberek, hogy el vagyunk késve. És ami érdekes volt, hogy amikor nyugati kollégákkal beszéltünk, ott ugyanez volt az érzés. Tehát a 60-70-es években ugyanezt érezték Svédországban, Franciaországban, Spanyolországban, hogy el vagyunk késve. És ugye ez egy sajátos hidegháborús verseny is volt, ez ugye az oktatási verseny. Most nagyon visszamegyünk az időbe, de ugye a Hruscsovi úton érjük a nyugatot, lehagyjuk a nyugatot, és ebben volt egyfajta ilyen, hogy hogyan használjuk fel ebben a versenyben a számítógépeket. Ez a két szempont, amit itt felsorolok, a közgazdasági gondolkodás hatása volt nagyon erős, legalábbis az oktatás történeti dokumentumokban, tehát hogy hogyan lehet tervezni, hatékonyabbá tenni, hogyan lehet másfajta racionális módon gondolkodni, a tudományos életben pedig, ugye, amiről majd a Máté fog beszélni, az új egyetemi képzések, a matematika, az új matematika szerepe, és így tovább.
És ugye ez 1959, az első elektronikus számológép, ami ugye az M3-as volt. Erről meg a Gábor fog részletesebben beszélni, amiket itt látunk, a tanító tanulógépek és Kovács Mihály szerepe. Itt csak nagyjából felsoroltam a főbb fázisokat. Az első kísérleteket, majd a nemzetközi nyitást, az új gazdasági mechanizmust, amit ma nagyon meg kell még vizsgálni, hogy milyen szerepe volt ebben, és végül az egyetemi reform után az ország lassú számítógépesítését és az iskola számítógép program, ami ugye korábban kezdődött. Az első ilyen kontextus, amit szeretnék felvillantani, csak ez a tudományos technikai forradalom, ez Radovan Richta könyvéből van. Radovan Richta egy csehszlovák filozófus volt, akinek 66-ban jelent meg egy könyve, magyarul úgy jelent meg, hogy a civilizáció a keresztúton. És azt vizsgálta benne, hogy a tudomány fejlődése és a gépesítés milyen hatással lesz az emberi minőségre. Ebben a könyvben az az érdekes, hogy ez nagyon nagyba hozzájárult a 68-as prágai tavaszhoz, és lefordították ugyanebben az évben magyarra és angolra is. És óriási siker lett egyébként. Richta később egyébként beállt a normalizálásba, tehát amikor bejöttek a szovjetek, ő beállt a sorba, és elhatárolódott ezektől a nézetektől, de olyan nagyon jellemző mondatok hangzanak itt el, mint a egész életen át tartó permanens tanulás, ami ugye a lifelong learning ma, az egyéni tanulási utak, a felnőtt oktatás, automatizálás, számítógépek, ezek mind ismerősek ma. Ugye a blended learning csak nem így hívták, hanem máshogy. Ez egyébként az előszava az angol kiadásnak. Néhány csomópont a történetből. A Neumann Társaság ugye megalakult, és nagyon nagy szerepet játszott a különböző szemináriumok, tréningek révén a disszeminációba, a tudás terjesztésébe. Itt például egy szemináriumról van szó, ahol nem csak a keleti országokból, hanem Angliából, Dániából, Franciaországból, Hollandiából is érkeztek. És amit kivastagítottam, arról szeretnék részletesebben beszélni, mert arról vannak levéltári források, az UNESCO szerepe. Volt egy különleges programja az UNESCO-nak, az UNDP, ez egy fejlődési program, volt speciális program, amiből pénzt kapott az ország, hogy egy országos vezetőképzőközpontot felállítsanak. És itt látszik, hogy hát elég sokkal járultak hozzá, $1,5 millió társultak hozzá, járultak hozzá két év alatt, 68 és 70 között. Néhány érdekes levéltári dokumentumot szeretnék bemutatni, miután ugye megvolt ez a különleges UNESCO támogatás, a KGST, illetve a Varsói Szerződés több szempontból is bejátszott a történetbe. 69-ben volt egy KGST és egy Varsói Szerződés bizottsági ülés Budapesten, és itt Kis Árpád elvtárs, aki ugye az OMFV-ből volt, felvetette, hogy arról értesült, hogy hadászati szempontból akarják a komputereket felhasználni. Ami viszont, itt látszik az idézetben, ha ez a határozat elfogadásra kerülne, a polgári célú számítógépgyártás költségeit nagymértékben megnövelné. Vagyis ez teljesen átalakítaná az elképzeléseket. Ez jelezte, hogy például hadászati szempontból is fontosnak tartják a számítógépeket, és ez teljesen ellentétes volt ugye a civil felhasználással. Itt ugye egyébként, aki válaszolt neki, a Fokjenő, a minisztertanács elnöke elutasított egyből, hogy ő erről nem tud, érdeklődjön a megfelelő szerveknél. Ki tudja, hogy mi volt elmögött persze. A másik forrás pedig az országos vezetőképzőközpont létrehozásáról szól. Itt látszódik, hogy amikor létrehozták, ugye itt volt a Könyves Kálmán körúton, és kb. 1,5 millió forint volt, illetve 25 millió volt az egész bekerülés értéke, felszerelése és így tovább. Az NIST adattárából tettem, hogy nagyon meghatározó személyiségek dolgoztak itt, ugye Kovács Győzőt kell csak említeni, és még van nagyon sok más személyiség, csak egy részét másoltam ki. Ugyanakkor, amit már az előbb említettem, hogy nem csak a tudomány és a szakma szemszögéből néztek a gépeket, Fokki Jenő és Kádár János 1970-ben Berlinbe járt, Kelet-Berlinbe, és erről jelentettek a politikai bizottságnak. És például Kádáréknak az volt az érdekes, hogy az NDK-ban úgy használják a számítógépet, hogy a párt ellenőrzési struktúráját javítsák. Tehát a számítógépesítésnek volt egy ilyen fajta dimenzió, legalábbis a párt politikusai szemében, vagy fejében, hogy lehet az ellenőrzést, a kontrollt ezzel jobban hatékonnyá tenni. Ami ugye egy kicsit hasonló a hadászati célú felhasználásához. Lassú fejlődés következett be, ugye itt van a számítástechnikai központi fejlesztési program, ami majd még később előkerül, és ebből a jelentésből másoltam ki néhány adatot. 1970-ben 120 számítógép volt, 73-ban 228, ezek főleg vállalati, egyetemi, nagyon kevés egyetemi volt, és 75-re 340 körül itt számoltak. Csak a videóton dicsérték meg, a többi gyár nem tudott teljesíteni, illetve ugye ez a tervgazdálkodás logikája is volt, hogy mindig a számokkal baj volt, hol felfelelődték, hol alulra. A fejlődés gátja pedig itt van, ami már többször elhangzott, a kemény valuta, a konvertibilis valuta. Hiszen ugye például
nekem jobb oldalon vannak azok az adatok, hogy túl sokat irányoztak elő a számítógépek beszerzésére, viszont ezt csak dollárból tudták meg volna megtenni. És kb. 100 millió forint értékű számítógépet például nem vettek meg 73-ban, mivel ezért dollárból kellett volna fizetni, amiből ugye hiányuk volt. És voltak ágazati problémák is, ez a hosszabb idézet, az észrevételek a számítástechnikai központi fejlesztési programmal kapcsolatban. Itt például az oktatás mindig az országos tervhivatallal volt konfliktusban, legalábbis a saját kutatásaim szerint. Tehát a tervhivatal mindig próbálta lenyesni a számokat, de nem csak a tervhivatal, hanem a Magyar Nemzeti Bank is. Túl soknak találták, ami szakmai, tudományos szempontból ugye teljesen indokolható volt. És talán ennek örültem legjobb, hogy ezt megtaláltam. Volt egy magyar-szovjet elektronikai egyezmény 1978-ban. Az egyezmény nem került kihirdetésre, vagyis ezt nem került be a közlönybe, törvénytárba, sehova. Ez a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság között volt, és ezt érdemes lenne szakmai szempontból megnézni, mert nagyon részletesen fel van sorolva, hogy mit vállalt a magyar fél és mit a szovjet fél. Én ugye nem vagyok szakember, tehát nem tudom, hogy ezek az áramkörök, meg ezek a LSI, VLSI áramkörök, ezek mit jelentenek, de azt látom, hogy nagyon részletes, nagyon sokat vállaltunk mi egyébként. Ez 7 évre szólt volna, 1978 és 1985 között, feltételezhető, hogy a válság és nagyon sok minden elvitte. Viszont volt egy ilyen, a szovjetek részről volt egy ilyen kooperációra való igény, sőt volt egy olyan rész is benne, hogy a szabadalmakat átadják a magyarok. Feltételezhetően a szovjeteknek több előnye származott volna ebből. Az ország számítógépesítése végül is itt érünk el odáig, amihez az előző előadások is. Ugye, amit már említett Márta is, a közoktatási törvény és a 85-ös kísérletek nagyon erősen az érezhető a 80-as évek elejét, ez a mozgalom jelleg, tehát hogy elkezdett nagyon sok helyen, öntevékeny módon, de igazából már korábban szaporodni a szakkörök, majd a Gábor fog beszélni a kibernetikai klubokról is. Bekerült a köznapi diskurzusokba, például a TV Basic. És nagyon érdekes a generációk kontinuitása, hogy akik elkezdték, azok továbbadták, és hogy ez is nagyon érdekes lehet ezt megnézni, hogy ezek a dolgok, hogy alakultak, a multimédiás természet, és én is ugye a mikroszámítógép magazin, a Műt hoztam ide, illetve a Videotonnak egy reklámját. Végül kitekintésbe talán a legérdekesebb tanulsága ennek a tanulmánynak, meg ennek a kutatásnak, hogy nagyon sokféle szereplő, nagyon sokféle módon látta a számítógépet, és mindenki másra akarta használni, és másra akarta felhasználni. Nagyon érdekes, hogy ahogy a nyugatról bejöttek a technológiák, ahogy a keleti kreativitással találkozott ez. És mindig próbálták központilag kontrollálni, legalábbis a levéltári források alapján, de valójában központilag csak a szervezeti burjánzást lehet látni. Tehát, hogy mindig létesítettek újabb bizottságokat, szervezeteket, de valójában helyben, öntevékenyen működtek ezek a dolgok. Kérdés, hogy milyen kapcsolat van a politikai szférával, a gazdasági igényekkel, nemzetközi kapcsolatokkal, és végül, hogy mit jelent a számítógép, hiszen ide jutottunk vissza a legelején. Hát, hogy mi az a számítógép, ugye? És hogyha itt van a Máté, akkor ő fog beszélni elvileg. Köszönöm, hogy itt lehetek. Ha most, hogy a Lajos mondta, hogy 8 éve, igen, tehát hogy mi 8 éve hivatkozunk egymásra, én az ő tanulógépes tanulmányaira figyeltem föl. A Gáborral viszont egy középiskolába jártunk. Úgyhogy a cikk az úgy született, hogy nekem a Lajos szólt, hogy van ez a lehetőség. Én beszálltam, mint számítástechnika történet és Kalmár kutató, de Kalmár ugye alapvetően az egyetemi oktatással foglalkozott, így mivel volt egy hiány, én szóltam a Gábornak, hogy az iskola számítógéppel kapcsolatos dolgokat szintén bevegyük a tanulmányba. Szóval a mi cikkünk gyakorlatilag amiatt, mert én beszélt valamennyit az egyetemi oktatásról is, de mivel nem ez a jelenlegi meetingnek a témája, ezért erről én most nem szeretnék beszélni. Itt a diára föltettem egy pár cikket, illetve forrásanyagot. Az egyetlen, amit megemlítenék, mert kapcsolódik az előző előadáshoz, hogy hányféle számítógépre kellett tantervet létrehozni,
Kalmárnak van egy ilyen megjegyzése az egyik itt közzétett archív anyagban, ahol gyakorlatilag arra a kérdésre válaszol, hogy a 60-as évek végén miért kell még gépi kódot tanítani, amikor már van algol elérhető és egyebek, és Kalmár csak annyit mond, hogy Magyarország egy számítógép múzeum, még mindig vannak első generációs számítógépek vidéken, úgyhogy nem lehet kivenni az oktatási anyagból a gépi kódot. Tehát ez egy ilyen érdekes probléma, ami már a 60-as évektől megjelenik. Szóval én röviden csak szeretnék szólni egy pár szót a kötetről magáról, ha már az előadásunk címe az, hogy egy nemzetközi tanulmány tanulságai, tehát minket, illetve hát a Lajost, a Carmen Fleury és a Michael Geiss kérte föl, hogy részt vegyünk ebbe a szerkesztett kötetbe, ami idén jelent meg, és az európai középiskolai számítástechnika oktatás történetére fókuszál. A tanulmányok, mint felsoroltam, Franciaországról, Magyarországról, Lettországról, Svédországról, Németországról és Svájcról szólnak, tehát örömteli, hogy van kelet-európai reprezentáció is, ami sokszor elmarad a számítástechnika történeti írásokban, illetve van több átfogó cikk is nemzetközi szervezetekről, mint az UNESCO, az Európai Közösség és az OECD. És ahogy a Lajos is említette, hogy a számítástechnika oktatás története gyakorlatilag egy vak volt, a kötet szerkesztői a bevezető tanulmányban megemlítik ugyanezt, és ugyanakkor adnak egy elég jó tájékoztató leírást arról, hogy az elszórtan található cikkek merre vannak. Tehát, hogyha valakit esetleg érdekelne a Magyarországon kívüli történet is, akkor ez a kötet, illetve a kötet bevezető tanulmánya elég jó eligazodást ad a létező, de elég szűkös irodalomhoz. És akkor így összehasonlításképpen két dolgot szeretnék említeni. Az egyik, hogy a legtöbb tanulmány a miénket kivéve a 70-es és 80-as évektől indul, míg nálunk az 50-es évek végi események is vannak. Ezek elsősorban Kalmár László szegedi tevékenysége, illetve Kovács Mihály szakköre. Tehát ami nekem érdekes volt összehasonlításban az, hogy a külföldi cikkek 70-es, 80-as évekbeli eseményei, azok már mind állami kezdeményezések. Tehát azok a cikkek nem feltétlenül beszélnek ezekről az egyedi nagy egyéniségeknek az ilyen saját kezdeményezéseiről, míg nálunk ez egy elég fontos részlet. És hogy utána nálunk is csak a 70-es és 80-as években indul be egy központosított állami szinten történő stratégia. A 70-es években ugye volt az állami számítástechnika oktatásnak a reformja, a 80-as években pedig a közepére, második felére elérünk az iskola számítógép programhoz, amiről majd a Gábor fog hamarosan beszélni. És az utolsó dolog, amit csak szeretnék említeni, bár a Lajos már említette röviden, hogy tényleg érdekes nézni így egymás mellett párhuzamosan ezt a sok országot, hogy mindenütt noha nagyjából ugyanakkor indul a középiskolai számítástechnika oktatás, mindegyik ország úgy érzi, hogy ők le vannak maradva, hogy ennek 5-10 éven belül súlyos következményei lesznek, és hogy mindenki körülöttük már többet tesz, mint ők. És hogy ez nem csak a keleti országoknak volt az élménye, hanem az ipari nagyhatalom Nyugat-Németországban is teljes pánik hangulat van gyakorlatilag az oktatás terén, mondván, hogy le vannak maradva. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, gyorsan reklámozni ezt a kötetet. A kötet open access, tehát ingyen olvasható és letölthető az internetről, és szerintem egy jó forrásanyag nemzetközi összehasonlításhoz. Úgyhogy én megköszönném a figyelmet, és akkor be is fejezem a megosztást.